A magyar felnőttek egyre tudatosabb vízfogyasztóvá válnak. Egy friss hazai kutatás szerint a megkérdezettek 27%-a ügyel a napi folyadékbevitelre, és törődik azzal, hogy elegendő vizet igyon. A felmérésből az is kiderül, hogy a 18-39 éves korosztály a csap megnyitása helyett palackos kiszerelésben, ásványvíz formájában veszi magához a napi vízadagot. Változott azonban a szénsavas és a szénsavmentes fogyasztás aránya. A legutóbbi években a szénsavmentes ásványvíz fogyott jobban, mint a szénsavas ásványvíz. Nagyon érdekes, hogy egy korábbi években Magyarországon is, meg a környező országokban, Ausztriában, Svájcban, Németországban, Csehországban a szénsavas víz volt a kedveltebb. És aztán fokozatosan jött fel a szénsavmentes víz iránti igény. A szénsavmentes vizet főképp az olaszok meg a franciák itták, és most már Magyarországon is elterjedt. Körülbelül a fogyasztásnak 60%-a szénsavmentes, és a többi a szénsavas víz. Ízek tekintetében pedig a karakteres vizet szerették a legjobban. Az Európai Uniós csatlakozás előtt az 1000 mg körüli ásványi anyagtartalmú vizek kaphatták csak meg az ásványvíz titulust. Ezután Magyarország is átvette a kötelező rendelkezést, most nincs meghatározva a minimális ásványi anyagtartalom. Sokan pont a karakteres íz miatt választják a palackozott vizet. Ehhez ugyanis nem lehet fertőtlenítőt vagy konzerválószert alkalmazni, sokak szerint ez kellemetlen mellékízt okoz. Kevesen tudják, hogy a csapvíz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. A térségi szolgáltató központi laboratóriumában, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központban is folyamatosan vizsgálják a vízminőséget. A csapvíz itt az egyik legjobb minőségű hazánkban. Nem mindegy ugyanis, hogy honnan nyerik ki az ivóvizet a szakemberek. Biztonságos a csapvíz, mert mélyről, tehát földmélyéből, rétegvizekből származik ez a csapvíz, és zárt rendszereken keresztül jut el a fogyasztókhoz a csapokba. Azon kívül, hogy a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer és biztonságos, a legmegfelelőbb összetételben tartalmazza azokat az ásványi anyagokat, ami az emberi szervezet számára szükséges. Tehát pont annyi kalcium és magnézium ion van benne például, ami egy szervezet számára szükséges. Ezen felül nem egy elhanyagolható szempont, hogy a csapvíz sokkal olcsóbb mondjuk az ásványvízzel szemben, hiszen ha a tisztelt felhasználók kiszámolják és visszaosztják, mert ugye a számlát köbméterre kapják, akkor igencsak meg fognak azon lepődni, hogy mennyibe is kerül egy liter csapvíz egy liter ásványvízzel szemben. A hozzáférhetőség, valamint környezetvédelmi szempontok miatt is sokan választják a csapvizet. A víz segít a koncentrálásban, és az emésztési folyamatokra is jótékony hatást fejt ki. Ehhez azonban tudatosan, a megfelelő mennyiségben kell innunk. Szakemberek szerint napi 8 pohár folyadék elfogyasztásával a legtöbb ember megteremthetné szervezete egyensúlyát.